Üdvözöllek titeket sok szeretettel itt a Budapest Fashion Week-en. Sikerült elkapnom a backstage-be Dária Kostenkót. Üdvözöllek sok szeretettel. Látjuk itt mögötted a kollekciót, amit már a kifutón a modellek is bemutattak. Mi jellemzi? Mire tudnál hasonlítani? Mire tud emlékeztetni ez a dolog? Engem a pantomim művész ihletett, és a monokrom színek, a színvilága, de azért szerettem volna feldobni egy kis pirossal, vörössel, tehát nem olyan unalmas, hogy fekete-fehér. Hát a pöttyök, meg a csíkok, ezek jellemzőekre. Inkább egy mondani valója van a kollekciónak, azért ihletett a pantomim művész, mert a pantomim művész ő csak mutogat, tehát ő nem szólal meg, ő amit mondani kíván, azt elmutogatja, és az volt az érdekessége, hogy én is szeretném a világba ezt látni, hogy sok ember ne szólaljon meg feleslegesen, inkább mutogassa el azt, hogy én ne halljam. Tehát csak akkor szólaljon meg, hogyha szükséges. És ez a mondani való. Röviden. Értem, tulajdonképpen, hogyha nem használjuk a szavakat, a ruháinkkal, a stílusunkkal is kifejezhetjük az egyéniségünket. Te mit szeretnél ezzel a kollekcióval kifejezni? Nekem minden egyes kollekcióm egy ilyen performance. Én amikor tervezek, én már rögtön látom a zenét, rögtön látom a kifutón levő lányokat. Én nem tudok mass marketet csinálni a ruhákból. Nekem muszáj az egész egy ilyen show, egy ilyen mondani való. Egyébként eléggé hordhatóra sikerültek. Külön-külön lehet nagyon hordható darabokat összeállítani. Fogsz még ezekből a mintákból, tehát ez a csíkos, amit mondtál, hogy pantomimra emlékeztető dolgokból még meríteni a következő kollekcióba, vagy ilyenkor mindig lezárod, és valami új? Nem hiszem, mert szerintem ez már egy merítés, mert sokan is mondták, hogy az előző kollekcióm, ami a kártya volt, a kártyajáték, tehát ott is ezek a tref minták, meg minden, nagyon hasonló a színvilág is, meg a csíkozás, tehát nem szeretném. Szeretném most már ezt a piros-fekete-fehéret lezárni itt. Sikeresen lezajlott a Budapest Fashion Week. Mi lesz a következő lépés? Hol szeretnél veled a Dária Kostenko rajongók? Hát velem mindenhol találkozhatnak, az biztos. Ugyanúgy fenn vagyok mindenféle szájton, blogon, ami most menő, de egyébként én egy kiállításon gondolkozom jelenleg. Most nincs ilyen bemutatózás, vagy valami ilyesmi a fejemben. Én egy nagyobb volumenű kiállításon gondolkozom, és hogyha ez összejön, akkor nagyon boldog leszek.